Na gyerekek, itt vagyunk újra a kis telkünkön, amit vettünk a tavaly év vége felé. Aki még nem látta, vagy nem tudja, miről van szó, annak röviden elmondom. Tehát Budapest közelében az agglomerációban vettünk egy kis telket, 200 négyzetméter, nem nagy, picike házikót szeretnénk itt építeni az egyik családtagnak. Egy kis 40, max. 50 négyzetméteres könnyű szerkezetest. És januárban neki fogtunk el, indítottuk a közműveket. Még nincsen bekötve semmi, mesélek részletesen, de előbb nézzük meg, hogy mi történt itt azóta. Hát a dzsumbúj felvette, itt is az akácok hódítnak. Kell ide egy fűnyíró, meg macséta. Kicsit rendet csinálni megint. Na de ez most nem olyan fontos. Itt a legfontosabb ugye a közművek. Hát eléggé hosszadalmas folyamat ez a közműbeszerelés. Jó részben mi is hibások vagyunk, mert az idén sokat ugye lagzik, meg nászút, meg mindenféle. Hát nem volt időnk annyit foglalkozni ezzel a projekttel, mint amennyit szerettünk volna. De mindegy, lényeg az, hogy januárban elindítottuk a közműveket. Annyi utánajárás, annyi papírmunka. Hú, ha itt tudjam, azt kiadjuk valakinek ezt a munkát, csak úgy, hogy csinálja, vigye végig. Van-e ilyen közmű intéző. Na mindegy, végül is sokat tanultunk a folyamat során, tehát így nem rossz megtanulni ezeket a dolgokat, hogy tudjad, hogy működik. Viszont csúszások, egy hónap, két hónap, erre a papírra várni, arra a papírra. Befizettük az illetéket ugye a vízre, meg a csatornára, önkormányzatnál hozzájárulást, elküldtük a vizes cégnek. Jó, még kell várni, még ilyen papír, még olyan, akkor rá pár hétre kapunk egy e-mailt, hogy küldjük el a bizonylatot, hogy befizettük, de az önkormányzat kéri, hogy tehát ott van nálatok, hát nálatok fizettük be, hát nincs meg nektek a bizonylat. Jó, akkor geodéziai térkép, mit tudom én, ilyen papír, olyan papír, hogy nem is fogalma sincs, hogy mi az, hova menj, hát ide kell menni, oda, majd kiküldik, be kell fizetni 3000 forintot, akkor arra is várni kell, akkor ugye meg kell terveztetni, közműtervesztető, oda is fizetni, de így szállnak a százezrek mindenhova. Tehát ez mese, hogy ingyen van a közműbekötés Magyarországon. Jó, villany 32 amperig, ami ma lószar nem ér semmit, annál többet fog kötni mindenki. És ugye, ja, nem kell mondjuk fizetni csak valami csatlakozási díjat, de minden egyebet ki kell fizessé, és van egyéb elég díj, amit ki kell fizessé. Úgyhogy nincs ingyen a közmű, nincs egyáltalán a közmű a telkeden, több millió forintba is belekerülhet, és egy évbe is, vagy még több időbe, főleg ha villanyt földkábéllel kéred, és nem kész ideiglenes kiállást, ahogy mi nem kértük, gondoltuk, hogy hamar meg lesz. Hát láttam, hogy 6 hónap legalább, de hát, na, mindegy, végül is a villany az most sinem van. De a lényeg, hogy önkormányzati hozzájárulás víz meg csatornának már az volt együtt a 2 vagy 800 ezer forint tervezés, még pár 100 ezer forint, és akkor a kivitelezés villany vízre az is lesz a 2 1 millió, lehet még több. Tehát összvisz 2-3 millió között leszünk valahol, mire víz villany csatorna bent lesz. Na, de hát ez van. Mit tud csinálni? Jó, akkor mutassak is valamit, ne csak pofázzak. Mondjuk ez településeken biztos változik, valahol kinnebb vidéken, nem ennyire közel Budapesthez, olcsóbb, nem kell annyi akkora hozzájárulást fizetni, ahol nincs agglomeráció. Na szóval, ott van ugye, kezdjük a villannyal. Ott van a villanyoszlopunk, nem messze, 6 méter földkábel, itt fognak átjönni. Most itt azt kellene csináljam, elkezdtem ásni. Ugye azt mondta a kivitelező, hogy építsek egy falat, amire rá lehet rakni a villanyórát. Vagy földbe rakjuk, ezen még egy kicsit ugye tűnődtem az elmúlt időszakban. Az egy kicsit drágább lenne földbe rakni, ugye van olyan mérő villanydoboz, amit a földbe ásó bele. Másik opció, hogy zsalutéglából építeni ide egy falat.
Ugye kerítés, itt van egy jó kemény kerítés, de vasra nem lehet szerelni. Ide lehetne mondjuk tenni deszkát, de falra se lehet szerelni. Tehát kerítésre lehet betonra, de vasra meg falra nem. Esetleg nem tudom, ha valami betonpanelt szerelnék a kerítés vasakra, de nem tudom. Lehet jobb, ha egy külön egy ilyen zsalú téglából egy falat. Hát nem oda fogom arra, most csak úgy rátettem a téglákat, mert ugye 1 méterre kell legyen max a kerítéstől a villanyóra, úgyhogy itt kell legyen az a fal. Na csak előbb ugye ki kell itt ásni, mert ki kell vigyünk egy ilyen 80-as, 100-as gégecsövet, amiben majd futnak a kábelek, és aztán majd jönnek az NL, mit tudom én, MVM-től vagy EON-tól honnan, és aztán a földkábelt ide behozzák, és itt összecsatlakoztassák, de én ide ki kell vigyek egy... Hát én vagy a kivitelező, ugye, de én azt választottam, hogy én viszem ki, mert pluszba lett volna 300 ezer forint, hogyha a kivitelező viszi ki. Na most már itt ez nem látszott az elején, mert ugye föltakarta ott is, most vetszettem el a földet, meg itt is, én nem látom, hogy itt ennyi beton van. Nem tudom, az előző tulaj, amúgy végig a telken körbe csupa beton minden, nem tudom itt mi volt, de nagyon szeretett a előző tulaj betonozni. Ki kellene valahogy ássunk, hát én azt láttam ugye, hogy itt beton van, az látszott, de itt nem, ugye egy föld volt itt végig. Csak gondoltam, ennyi beton van, és alatta át tudok ásni, könnyű lesz. De egy beton van itt csákányal, megpattintottam, ugrik vissza, olyan kemény, meg vastag beton. Úgyhogy legalább egy sávot itt fel kell törjek. Nem tudom, valami légkalapács bérjek, itt áram sincs, szomszéd se nagyon tud adni, azt mondja, gyenge az áram, mind veri le a biztosítékot. Egy agregátor, meg egy légkalapács, fel kell törjek itt egy sáv betont, az, mit tudom én, itt az első, úgy látom, itt véget ér, a fél métert legalább fel kell szedjek, hogy tudjam kiásni, itt alatta akkor már be tudom szerintem bújtatni a gégecsövet. Na. Ez lesz a villany, amint kint vagyok, akkor egy kicsit vissza lehet temetni, és ide megépíteni ezt a zsalufalat. Láttam olyan vastartókot is, hogy arra teszik, de most már azt mondja a kivitelező, hogy ezt nem szabad vas, ezt betiltották, vasra már nem szabad. Se fára. Hát ha oszlopos lenne, de mi a földkábel, akkor ez a két opció van. Földbe szerelt szekrény, vagy tégla falra szerelt. Hogy egyik lesz a kettő közül, mit szóltok, melyik? Szerintem a zsalú téglás jobb lesz. 1,80 magas, 1 méter széles fal, az elég. Na, ez a villany. Szerencsére itt volt egy csonknél, ezt itt halad át a csatorna, a kanalizálás, itt halad át a telkén, úgyhogy erre csak rá kell csatlakozzunk, és a vizet az be fogják szerelni, az arra van kivitelezőnk, arra is. Azt ide a sarokba egy aknát fognak, egy köbméteres, 1000 literes műanyag aknát, vízórát, az áll ez rendezve. 550 ezer forint mindenestől anyag, munkadi, ásás, rácsatlakoztatás kintre, tehát pikpak, azt mind elrendezik. Most már megvan minden papírunk a vízügyesekhez. A csatorna, amikor majd épül a ház, az csak oda innen kell vinni egy csövet, rácsatlakozni, úgyhogy azzal nem lesz gondunk. Na, de itt a villany az, amit meg kell oldjunk. Agregátor. Szar, hogy nincs itt áram. Na mindegy, veszek vagy bérelek. Hát bérelek egy agregátort, vagy kölcsönkérek. És egy légkalapácsot, vagy valamilyen betontörőt. És ott feltöröm, és akkor itt alábbások. És valahogy ezt meg kell itt oldani. Ja, meg itt kaput kell csinálni, le kell vágjam ezt a vasat, mert lássátok, ez ilyen milyen magas, 1,60. Itt el kell vágjam flexel. Ezt is alul elvágjam. És ezt is elvágjam. Kezd leszedni és tenni ide egy rendes kaput, hogy lehessen itt bejárni. Na, úgyhogy ennyi az update. Betont kell törjünk, kell ássunk, meg kell gyorsan oldjuk. Ezt kivigyük ott a gégecsövet, 80-100 mm vastag gégecsövet, és ide a falat megépítsük, vagy valamit kitaláljunk, mi lenne a legjobb. Vagy csak tegyük simán a földbe, egy földdobozt, és kicsit drágább, de egyszerűbb lenne, hogy ne
pöcsöljünk még falépítéssel. Na jó, akkor ennyi volt az update. Kicsit ezen tűnődünk. Jöhetnek az ötletek, gyerekek. És nem tudok szerintem átfúrni onnan, mert túl nagy a távolság, több mint egy méter van. És itt ugye már itt van ez a... Ez nem nyúlok én aztán, amikor hozzák a villanyoszloptól. Ők átfúrnak, vagy felvágják ezt a kis járdát itt. Tehát innen nem tudok átfúrni oda, hát milyen mély, nem tudok. Muszáj lesz feltőrem itt a betont. Ja. Jó, hát tűnődjünk el, jöhetnek az ötletek, és aztán nekiállunk valamit, csinálunk, szétverjük valahogy. Aggregátor, légkalapács, vagy ilyen beton ütvefúró, van egy ilyen nagy kemény izém is, abban egy ilyen kalapácshegyet, vagy ilyen vésőhegyet. Ennél jobb ötletem nincs, nektek van-e? Tudom, hogy van, írjátok le a kommentekbe. Nektek mindig van sok jó ötlet. Na jó, gyerekek! Itt remélem hamarosan el tud kezdődni az építkezés. Hát remélem még ősszel el tudjuk kezdeni. Nagyon izgalmas projekt lesz ez, nagyon egyedi lesz. Ugye talajcsavakra lesz a könnyű szerkezetes ház építve, egy méterre kiemelve a földből. Egy zárt, teljesen zárt, egy méteres crawl space lesz, hogy hívják magyarul, ilyen mászótér, mini pince, vagy minek nevezzük. Ja, egyedi lesz, érdekes lesz, sokat fogtok szidni miatta, biztos. Nem lesz ez így jó, nem lesz ez így jó. Na mindegy, gyorsan legyünk túl a közműveken, és álljunk neki. Itt is betonon ülök, itt is keresztben beton van, ott is beton van. Nem tudom a sok betonnal mit csinálunk, hát én hozzá nem nyúlok a talajcsavarokat, úgy kell terveztessem, hogy... Ja, meg kerítést teszünk oda, ahol a zöld madzag fut, azt is talajcsavarokra. Minden talajcsavarra, gyerekek. Jó, akkor jöhetnek az ötletek. Meséljétek el a közművelti, és mennyit szívtatok, meg mik a cselek, hogy lehet jól haladni, gyorsan haladni. És akkor... Betontörünk hamarosan, meg alig várom már ráink neki építkezni. Ja, meg kell még sokat majd ötleteljünk, hogy milyen ház legyen, mert könnyű szerkezetes lesz, de kész ház legyen. Az LSH kész házakot nézegettem, az tetszik. Vagy építsük meg mi ugye így custom-be. Mit szóltok? Jó, előbb a közműveken legyünk túl. Menjünk, azt a rohadt Audit javítsuk már meg, mert nem sikerült, ma megmelegítettem, a forró vízbe raktam azt a csövet, nem tágult eleget ki. Én most hazafelé megállok, veszek egy hőlégfúvót és egy hosszabbítót, viszek oda áramot, és adunk neki ma este, felgyújtsuk az egészet, elolvasszuk, vagy valamit csinálunk. Ja, addig melegítsük, amíg csepeg, és aztán ráolvasszuk oda a francba. Na jó. Menjek, hogy haladjak. El vagyok menve, pa.